Köszöntöm ismét nézőinket, önök továbbra is a fórumot látják a Gyöngyösi Városi Televízió műsorán, a stúdióban pedig köszöntöm Hisz György polgármestert. Köszönöm, hogy... Jó estét kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Tekintsünk egy kicsit vissza a műsor első fél órájára, ahol kitüntetettekkel beszélgettünk. Átadták Gyöngyös Város közszolgálatáért kitüntetést, de átadtak egy másik kitüntetést is, Gyöngyösen a Semmelweis díjat, amiből kisebb polémia is akadt itt a város és a kórház között. Van-e polémia? Mit kell tudni ennek a hátteréről? Hát legalábbis nem ültünk le még benne. Lehetne, mert azt gondolom, hogy érdemes lenne átbeszélni. Ugye azért volt ez furcsa, mert 2003-tól van ez a kitüntetés, és 2003-tól épp most a 27. kitüntetést adtuk át, és több mint felét kórházi orvos kapta, és azok a körzeti orvosok, akik mi nem kórházi dolgozók kapták meg, pont a legutóbbi kettő is évtizedekig a kórházba dolgozott. Ugye ebbe az volt a furcsa, hogy most már második ízben a testület nem szavazott meg kórházi orvost. Ugye ez minden testület ülésen, zárt ülés általában személyi kérdés és titkos szavazás. Mindig felvetem azt minden kitüntetésnél, főleg ott, ahol érzékenyek az egyensúlyok, hogy figyeljünk oda, és két ilyen kitüntetés van. Egyik ez az egészségügyi dolgozó, ahol a egészségügyi szakmába, ahol orvosok, ápolók, védőnők, asszisztensek, szülésznők, fogorvosok, dadusok, bölcsődei terület, sok mindenki benne lehet. Mindig elmondom, hogy vigyázzunk az arányokra, lehetőleg kórházi dolgozó is legyen benne. Ugyanúgy pedagógusoknál mondom, hogy óvodapedagógus, általános iskolai, középiskolai. Hát a testület meg titkos szavazással úgy dönt, hogy most se tartotta be se a pedagógusi. Ez nem egy szabály, ez csak egy ilyen szokás, hogy tartsuk az egyensúlyt. Ugye most másodszor nem szavaztuk, és a kórház vezetése úgy döntött, hogy külön ünnepel. Ez azért volt kellemetlen, mert viszonylag a nagy színházteremben kevesen voltunk, a szakma gyakorlatilag elment a kórház rendezvényére, kellemetlen volt a kitüntetetteknek is. Tehát én azt gondolom, és ennek hangot is adtam, hogy ez nem jó. Tehát beszélünk egymással, rengeteg közös dolgunk van. Levelet is írtam a kórházi dolgozóknak még előtte. Csak az a baj, hogy se a kórház vezetése, senki előtte nem tájékoztatott, hogy ezt ők külön, mert akkor legalább meg lehet volna beszélni, hogy higgyétek el, nem szándékos volt, ez így alakult. És ugye leírtam a levélbe, hogy a következő alkalommal, következő soros ülésen én kezdeményezni fogom azt, hogy módosítsuk a kitüntetési rendeletünket, és válasszuk külön a pedagógusoknál, hogy óvodapedagógus, általános iskola, középiskola, orvosoknál is kórház, hiszen az egészségügyben dolgozók több mint fele a kórház területén dolgozik, a más szakmában, egészségügyi szakmában dolgozók meg arányában azt gondolom, hogy kevesebben is vannak, mint a kórház dolgozói. Tehát nem az lenne jó, hogy jövőre közösen csinálnánk, és ezt a kis purparét elfelejtenénk. Nem, szerintem senkinek nem esett jó. Úgyhogy ez egy tanulság, ebből azt gondolom, hogy le kell vonni. De amit ma még érdekesség, hagyd mondjam el, hogy ma kaptam egy névtelen levelet. De miért névtelen, azt se értem. De teljesen jogos dologra vett itt rá az illető, hogy nem csak orvosok dolgoznak az egészségügyben, és az önkormányzat nem figyel oda, nem orvosokra, ápolókra, stb. Most, mivel nem tudok válaszolni az illetőnek, innen üzenem, hogyha nézi az adás, hogy nem az önkormányzat dönti el, hogy kit terjesztenek fel. Bocsánat, mi áll a levélben, mit tudhat meg Gyöngyösváros lakossága erről? Hallottam a kórház és az önkormányzat közötti incidensről a Semmelweis nap kapcsán, nekem is lenne hozzáállásom. A Semmelweis nap nem csak az orvosokról szól, az az egészségügyi dolgozók napja, amiben beletartoznak az ápolók, szülésznők, asszisztensek, nem tudom ezt elolvasni. Úgy látszik, ezt az önkormányzat nem tudja, mert a kitüntetést mindig orvosok kapják. Pedig vannak még egy páran Gyöngyösön, akik 30-40 évet dolgoztak a Bugárd Park kórházban. Teljesen jogos, csak a kitüntetést egy-egy közösség, egy iskola, egy beteg, egy magánember gyöngyösi teheti meg, gyöngyösi állampolgár, bárkinek joga van felterjeszteni, nagyon kevés, ezt hozzá kell tenni. Például nem kaptak még kitüntetést a bölcsődei területen dolgozók, nagyon kevés védőnő kapott,
fogorvos se kapott még kitüntetést, tehát más szakmabeli jó lenne, hogyha színesedne a paletta. Ugye régebben mindig azért mondtam, hogy kevés a merítési alap, hogy nem veszük észre a környezetünkből kiválóan dolgozókat. Ez a levél is arra figyelmeztet, hogy bizony az egészségügy nem csak orvosokból áll, hanem nagyon sok olyan ápolóból, nővérkéből, asszisztensből, akik tényleg étnappal a téve nagyon rossz bérezéséhez dolgoznak, ez így van, ezt meg kell szívlelni, de nem nekünk, hanem annak, aki felterjeszti. Ugye remélem, hogy elsimul ez jövőre, és nem lesz ügy ebből. Nagyon remélem. A polgármester úr azt jelezte, hogy ezzel kapcsolatban, a kitüntetésekkel kapcsolatban egy módosító beadványt is elő fog hozni majd a következő testületi ülésen. Miről fog szólni ez a módosítás? Ez, amit előbb mondtam, hogy mind a pedagógus napi, mind a Semmelweis napi legalább szedje szét, hogy egy orvosi területről, egy kórház, egy egyéb egészségügyi dolgozó, egy óvoda pedagógus, egy általánosiskolai, egy középiskolai. Tehát ez a kitüntetés, hogy ne az legyen, hogy három pedagógus kaphatja, és akkor akár középiskolai vagy főiskolai tanár is lehet, most már egyetemi. De hát valahol azt gondolom, hogy a szakmai arányokat nézni kell. Ráadásul az óvónők a saját alkalmazottjaink, még a pedagógusok a kliknek az alkalmazottjai. Tehát még igazságosabb is lenne, hogyha saját dolgozóinkat is egyáltalán esélyt adhatnánk nekik. Egy kérdés erejéig maradjunk még a Semmelweis díjnál és ennél az esetnél. Jó kapcsolat lesz-e a kórház és az önkormányzat a város között? El fog-e ez simulni, ez én a most megnévő kisebb probléma? Remélem, hogy igen, ez nem harag kérdése. A vezetőknek ilyen szinten előzetesen kell egyeztetni. Ha sérelme van, hogy úgy érzi, hogy megsértették, akkor le kell ülni, fel kell venni a telefont, meg kell beszélni. És még egyszer mondom, nagyon-nagyon rossz hangulatú ünnepség volt, ahol hiányoltuk a kórházi dolgozókat. Én remélem, hogy jövőre közösen is együtt leszünk. Az önkormányzat részéről akkor megvan az akarat a jó kapcsolat további folytatására. Térjünk át egy kicsit békésebb témára, bár nem is biztos, hogy békésebb, legalábbis a témának az eleje, hiszen nagyon sok bosszúságot fog okozni a közeljövőben egy dolog a városban. Még akkor is, hogyha a bosszúság után majd mindenki jól fog járni, mert fel fognak túrni jó néhány utat Gyöngyösön. Kettő körforgalom fog épülni, emiatt megváltozik majd a forgalmi rend is. Mit kell tudni a két körforgalomról? Ugye a Jókai Alkotmány utcában szinte havonta voltak balesetek eddig. Mikorra fog megszűnni? Szeptember végére mind a két beruházásnak be kell fejeződni. Ugye egyik az a lámpás csomópont, a Puski-Jókai Alkotmány út csomópont. Én azt tapasztalom, hogy Gyöngyösön szinte minden területen megszokásból vezetnek az emberek. Valaki azt szokta meg, hogy a észak-dél irányba van elsőbsége, és hát nem, mert annak idején úgy lett szabályozva, hogy a dombra menő forgalomnak adjunk elsőbséget, hiszen domb 2-3 utcán tud lejönni a városba is. Ez az egyik ilyen utca. És ezért rengeteg a baleset, hogy piros lámpa ellenére, vagy ha mondjuk a villogón van a lámpa, akkor különösen, és általában elromlott ez a lámpa. Egy körforgalom, egy egyenletes terhelés, nincsenek dugók, balesetmentesen le tudja vezényelni a forgalmat, úgyhogy itt lesz egy ilyen csomópont, ez le lesz zárva, tehát az építés ideje alatt augusztus 1-től szeptember, amikor befejezik, de végére át kell adni, elterülő utak lesznek, tehát ez nem lesz használva. A másik csomópont, ez a nagyon-nagyon neuralgikus domb alatti Harrer, Deák Ferenc, volt Kertész utcának a átépítése, itt pedig fél-fél pályás lezárások lesznek, tehát egyszer majd a Deák Ferencen végig lehet menni, és a domb irányába lesz lezárva, máskor pedig fordítva, hogy a dombról lehet majd jönni, tehát fél-fél körforgalmat készítenek el, és utána adják át szeptember végig az egészet. Mind a kettő sokat javít, de lesz még sok útépítés is, tehát érdekes volt, mert idén a költségvetésnél ugye a képviselők sokkal jobb önállóságot kaptak, hogy egy-egy körzetben levő rossz utat javítsunk. Ebbe hál' Istennek most lezárult, most írtam alá a közbeszerzési döntőbizottságnak a közbeszerzési bizottságnak a döntését. Pályáztatás után a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza fel lesz szúrítva, a Platán és azt hiszem, hogy a Hunyadi út között, aztán Ifjúság útnak a park felőli valamelyik bemenő szervizútja parkolója nagyon rossz állapotban van, Erőmű utca rettenetes állapot, ott is parkolóval együtt, Kismérges út, tehát a Nagymérgessel párhuzamosan a Laktanya felé eső rész, aztán Határút Kertész köz,
ott tavaly egy nagy csapadékvíz elvezetést hajtottunk végre, mert nagy esőni ott a televízió is forgatott, derékigűrő vizek voltak. Azt ugye remélem, hogy megszüntették a tavalyi beruházással, most pedig utat állítjuk helyre, és lesz két még két utca, egyik a Róbert Károlynak a vége, ez a Bajcsi és a Pacsirta lakótelep közötti szervizút, és a másik oldalon gyakorlatilag a Bajcsi és a, hát, ami a Vörösmarty térre, vagy Berzsenyi térre megy be, az a utcáig, ott van egy rettenetes, nagyon rossz szakasz és parkoló, ez lesz, illetve reményeink szerint még őszig elkészül majd a Nádor utca is, itt a városközpontban egy nagyon rossz állapotú utca. Tehát ezek a nagyobb beruházások, csak aztán lehet, hogy elkezdődnek az északnyugati városrészbe is, Menház utca, Verségi utcának a aszfaltozása, járdaépítése, csapadékvízelvezetése, ugye ez évek óta, most már 2-3 év óta halasztódik, mindig várunk pályázatra, és most elkiderült, hogy az nem fér bele az uniós pályázatba, tehát azt biztos, hogy el fogjuk kezdeni saját forrásból, de reményeink szerint még más iskolába és egyéb intézményekbe, óvodába is nyáron a szünet alatt lesznek fejlesztések. És várjuk természetesen a nagy uniós pályázatokat. Ezekre a beruházásokra mekkora önkormányzati forrást tudtak, vagy kellett félteni? Hát a két körforgalom ilyen 40-50 milliós összeg, és az utak, ha most így ránézve, szintén egy ilyen 40-50 milliós összeg, tehát ez egy ilyen 100 milliós tétel lehet. Járdára, ami folyamatosan megy, az is 75 milliót költünk idén. Nagyon sok, most már remélem, hogy hosszabb járdaszakaszok is kiépülnek. Teljesen kiépült a járda az állatkertig, ott se busz megállott, semmit a várossal, járdán nem lehetett megközelíteni. Észak-Kálvári a lakótelep át tud kelni, ott egy lépcső, egy rámpa, egy gyalogátkelőhely épült ki. Tehát igyekeztünk olyan tényleg praktikus a lakosság kérését, igényét is figyelembe venni, ami nem nagy lépések, tehát nem egy uniós mérethez pár százmillió forint, az nagyon látványos. Itt kisebb tételekből ide hasznos dolgokat szeretnénk, illetve csináltunk meg. Beszéltünk pályázatokról, pályázatok segítségével is újulnak meg ezek az utak, ezek a beruházások. A legjelentősebb pályázatokat a lakosság is érzi, hiszen a topos pályázatok nyújtják a legnagyobb támogatást a fejlesztésekre. Milyen topos pályázatok vannak folyamatban? Így van, ez a TOP, ez a területi operatív programnak a ugye rövidítése. Mi már nem is nagyon nézzük, csak a betűjeleket használjuk a pályázatoknál. Ugye mindenki erre vár, önkormányzatok, cégek, hogy a Európai Uniós pályázatok végre megnyíljanak, mert igazából ez a nagyobb lökés. Tehát ha most sikerülnek azok a pályázatok, ez a városnak több évi költségvetéséből sem menne. Most amit most legutoljára beadtunk, az a északnyugati városrésznek a tovább folytatása. Úgy azt egy előző uniós pályázatból elkezdtük a Urbán templomtól, vagy a Vaut Sándor utcától, egészen a Menház tér végig. Ott főleg a nagy gyűjtőút kialakítása, most pedig folytatnánk a Vargák tere, Rozgonyi út, Sárosi utca, Szép utca, Fuvaros utca, teljes közművesítés, szociális lakások felújítása a Szép utcába, és ebben a legnagyobb falat, ami azt gondolom, hogy nagyon sok gyöngyösinek a szívügye, ez a Petőfi utcába található nagyon szép műemléképület, a Berényi Haller kastélynak a rendbetétele, bár erre idézőjelben csak 200 valahány millió forint van a pályázatban, de amit lehet szeretnénk ebből megvalósítani. Biztos, hogy kényelmetlenség is lesz, mert ezekbe innen majd ki kell költöztetni a lakosokat, és ideglenesen el kell helyezni, és a Szép utcai bérlakás felújításokból is addig elhelyezzük máshova a lakókat, de hát az megéri, mert utána azt gondolom, hogy egy szép, komfortos lakást fognak visszakapni. Aztán ugyanilyen fontos lehet, hogyha beérik ez a műfázas pályázat, ott két vasat is tartunk a tűzbe, egyik egy ilyen komplet energetikai fejlesztés, ugye pont itt van a kép mellettünk, az én abból az intézményből láttam még középiskolásként az építést, ez a 70-es
évek közepe volt, és azóta igazából nem lett a épülethez nyúlva, hőtechnikailag, gépészetileg, elektromos, tehát eléggé ráfér a felújítás. Úgyhogy ennek a külső őszigetelése, fűtés, nyílászáró cserék, ez egy 230 milliós összegből valósulna meg. És hát nagyon reméljük, egy másik pályázaton belül pedig az összes ilyen színpadtechnika, ami a technikai részt tudná javítani, a kamarateremnek a újra elválasztása, hogy több funkcióra lehessen használni. Tehát sok minden, és hát ugye beszéltünk már a laktanya beruházásról, turisztikai fejlesztésekről. Tehát tényleg most már nagyjából végértünk azon az első körön, amit a idére gondoltunk, hogy kidolgozzuk, beadjuk. Most arra várunk, hogy szülessenek a döntések. Nagyon remélem, hogy augusztus, szeptember, októberben ezek a döntések meg lesznek, és akkor lehet kezdeni a fejlesztéseket. Félünk tőle, mert ugye egyszerre fog bezúdulni a piacra ez a rengeteg, reméljük, nyertes pályázat Magyarországon. Hát kapacitással bajba leszünk, hogy tudunk olyan építőipari kapacitást szerezni, mert ezek nagyon komoly munkák, és nem csak Gyöngyös, hanem 60 Eger, csak Heves megye, és ország többi része ugyanígy, ahol nincs még kihirdetett Európai Uniós pályázat. Viszont a tűzoltó laktanya kérdéseire végleg pont került, elkezdődhet a beruházás. Mikorra lesz Gyöngyösnek új tűzoltó laktanyája? Az ígéretek szerint 2017 vége felé kezdődik az építés. Ugye most a testület áprilisban nem fogadta el, illetve lejárt az a szerződést, amit a országos katasztrófa védelemmel kötöttünk. A testület garanciát szeretett volna, hogy kapunk valamilyen csereingatlan kompenzációt, hiszen adunk egy hektáros területet, közművesítünk, még a pályázatba is szerepeltetjük, tehát olyan 170-200 millió forintot rá fog költeni a város, és a cserébe nem igazán kaptunk garanciát arra, hogy milyen ingatlant fogunk kapni. De a testület többségét sikerült meggyőzni arról, hogy bár nem csak a város szolgálja ki a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, hanem egy 100 000-es körzetet, de ebből a szempontból azt gondolom, a városnak kiemelt szerepe van, és ha fontos az emberek élete, biztonsága, élete, a vagyonok, a javak mentése egy természeti katasztrófánál, egy balesetnél, akkor azt gondolom, nem szabad azon gondolkodni, hogy megéri-e ilyen üzleteket kötni. Mi abba bízunk, hogy azok az ígérvények a katasztrófavédelem részéről, vagy a Kossuth út 1, a mostani tűzoltó laktanya sorsával kapcsolatban is vannak komoly elképzelései a kormányhivatalnak, hogyha mindenki állja a szavát, akkor mi meg szeretnénk pont az Rényi út 3-at, a volt mezőgazdasági szakközépiskola épületét visszakapni az államtól csereingatlanként, és akkor azt mondom, hogy kompenzálva van a város, és azt meg nagyon fontos célokra lehetne használni. Térjünk át következő témánkra. Egyetemvárosi címet kapott Gyöngyös. Ez nagyon szép, de miben jár ez? Milyen hasznot hoz ez Gyöngyösnek? Hát reméljük, hogy ha pozitív az egyetemnek a kisugárzása, hogyha a gyöngyösi hallgatók, oktatók jó hírt viszik, itt olyan fiatalok jönnek tovább tanulni, akik el tudnak helyezkedni, akiket megbecsül az a szakma, ahova mennek. Ez mindenféleképpen pozitív. A város majd biztos, hogy valamilyen marketing célra ezt fogja használni, de azt gondolom, hogy most az a feladat, hogy szakmai még jobban megerősödni, ha lehet, akkor olyan oktatói gárdát megtartani, mert nagyon jó az oktatói gárda, de a bizonytalan hónapok alatt azért egy páran elmentek, vagy visszahozni, vagy megerősíteni, és hát az lenne jó, hogyha több diák jelentkezne Gyöngyösre. Most nagyon kevés a jelentkezők száma, ettől biztos, hogy több kell. Ugye marad egy kar, egyedül itt lesz kar a 4 város közül, illetve Eger, mint a vezető, ott lesz 3 kar, itt lesz egy mezőgazdaságtudományi kar, és egy társadalomtudományi intézet, ami közgazdasági és egyéb kapcsolt tudományagakkal foglalkozik. Nagyon remélem, hogy hosszú távon ez egy biztonságot ad a városnak, kutatóbázis megmaradt. Tehát ez Gyöngyösnek nagyon kell, mert olyan szellemi kapacitás jött össze a főiskola, amit a városnak is tudni kell használni. Ez nagyon kellett volna, de hasznos, nagyon kell, de az is hasznos lett volna, hogyha megvalósul az, hogy műszaki képzést is indítanak itt Gyöngyösön. Ez a diákokat is nagyobb arányban csábíthatta volna Gyöngyösre, és a környékiparára is jó hatással lett volna. Ez most nem valósult meg. Így van, tehát kísérletek folytak a tárgyalásra, vagy esetleg, de nem kapta meg senki, tehát a 4 csatlakozó város, Eger, Jászberény, Sárospatak, Gyöngyös, volt ilyen kérés, hogy esetleg ebbe az irányba elmozdulni, sajnos ez nem.
Arra viszont gondolom, hogy esély van, hogy esetleg valamelyik műszaki egyetemmel kihelyezett tagozatként képzést, átképzést, esti ki, valamilyen formában erre lehetőség van, iszonyatos nagy az igény a munkahelyek részéről, tehát műszaki, felsőfokú, középfokú, technikus, mindenre nagyon nagy az igény. Térjünk hát még egy témára, azt hittük már, hogy elcsendesedik a 3 éves gyermek halála, itt Gyöngyösön néhány hónappal ezelőtt történt az eset, most újra megjelent egy országos internetes oldalon. Mit kell erről tudni? Erre a polgármester úr hívta fel a figyelmünket. Annyit szeretnék, hogy nem 3 éves, másfél éves kislány. Ugye ez egy nagyon szomorú történet, és én azt gondolom, hogy ebbe egy sajtóorgánumnak az objektivitásra kéne törekedni, és megjelent egy olyan cikk egy gyöngyösi illetőségű szerző tollából, ahol mások vitték el a balhét gyakorlatilag címmel. Én azt gondolom, hogy rossz ízű, rossz indulatú telecsúsztatásokkal kértünk sajtóherőzítást, ami engem illet ilyen volt, hogy én a nagyszülők családi barátja vagyok, és akkor írtam a médiának, hogy én az úrral egy utcában lakom ugyan, de 15-16 éve nem beszéltünk egymással. Akkor, mint országgyűlési képviselő fogadórán keresett meg, ő egy Horgász Egyesület elnöke volt, és akkor a tavat elvették. Azóta legfeljebb köszönünk egymásnak. És azért helyezték el a nagyszülőknél a kislányt az én nyomásomra. Szóval ez egy annyira csúsztató, annyira rosszindulatú dolog, és nem beszélve arról, hogy a kistérségnek kollégáit, vezetőit olyan színbe tüntette fel, ami egyszerűen abszolút nem felel meg a valóságnak. Ahelyett, hogy tényleg nyomozna, hogy mi volt az oka, miért jutott el oda a történet, hogy az első gyerekével az a probléma volt, a második gyerekével, a harmadik gyerekével börtönbüntetés kap, amit felfüggesztetve módosítanak, mert a negyedikkel épp teherbe esett, hogy a védőnő és a kistérség szolgáltanak, gyermekvédő szolgáltanak különböző jelzéseire, ezzel szemben mondjuk egy háziorvosi vagy egy gyám hivatal nem emeli ki a családból, szóval miért nem azt a szállat bogozzák, ahol tényleg lehetne keresni, vagy hogy miért közömbös a környezet, sok mindenki, ehelyett tényleg folyik egy vagdalkozás. Túl szomorú meg tragikus az eset, hogy ilyenre pazaroljuk szerintem a puskaport, tényleg ki kéne deríteni, és ha ebből van tanulság, ha kell törvényt módosítani, ha kell csak pusztán betartani és normálisan működtetni a rendszert. Úgyhogy sajnálom, hogy ez is ilyen politikai csatározások, ahelyett, hogy a igazságot keresnénk meg. Néhány percünk maradt a műsorból, egy jó hírrel fejezzük majd be egy támogatásról, de előtte egy percben beszéljünk arról, hogy milyen hulladékkezelési változások lesznek a városban. Változott újra a törvény, ugye most már Gyöngyösen állami cég végzi a gyűjtést, de a számlázást viszont egy fölötte levő állami cég, egy nagy holding vitte el, aminek belső információk szerint nem készült még el a számlázási rendszer, ezért felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy az április, május, június, július, augusztus, szeptemberi díjakat, ami ugye negyed évente fizetünk, valószínűleg majd visszamenőleg kell fizetni, tehát mindenki takarékoskodjon, spórolja a pénzt, majd szeptemberben lehet, hogy egy csekket kap egy fél évről. Vagy ha nyár közben jön, akkor a elmúlt negyed évet is majd rendezni kell. Ami kedvező változás, hogy a zöld hulladék gyűjtésbe maradt a zárt edényzetbe, csomó helyen Gyöngyösön zárt edénybe beletezik a zöld hulladékot, hulladék szállítási napon elviszi a cég, de elfogadja a közterületre kitett, spárgával, madzaggal, akármivel átkötött, kötegelt zöld hulladékot is. Tehát ez egy pozitív dolog, hogy csak össze kell kötni, mert akkor el fogja vinni a cég. Ha valaki szépen bekötegeli, átköti legalább egy csomóval ez a szabály, akkor elviszi. Ez jó, mert nekünk kevesebb pénzbe kerül. És akkor most zárjuk tényleg a jó hírrel. Gyöngyösváros önkormányzata támogatja Kovács Zsófia gyöngyösi születésű triatlon versenyző olimpiai felkészülését. Mennyi ez az összeg, és mennyire örül a város? Ez azért jó, mert Zsófi most már másodszor jut ki olimpiára. Az előző London olimpián is azt gondolom, hogy tisztességgel, becsülettel helyt állt. Most azért magának tette magasra a mércét, hiszen Európa-bajnoki 3. lett.
a női mezőnybe, és hát ez azt gondolom, függetlenül attól, hogy most már nem gyöngyösi színekbe versenyez, de bárhol, ahol Zsófi neve szóba került, akkor mellétezik, hogy Gyöngyösről indult, Mátrafüredi lakos, tehát a Mátra Gyöngyös ebbe azt gondolom, hogy mert ez is felvetődött, hogy hát miért adjunk, ha nem, de hát a képviselők végül ilyen polémi után, de azt hiszem, hogy egyhangulag azt mondták, hogy igen, adjunk neki egy 1,5 milliós összeget a felkészülés támogatandó. Megérdemli, mert kevés ember jut el, vagy jutott el Gyöngyösről az olimpiáról. Egy olyan olimpikonunk van, aki itt született, itt járt iskolába, Kis Antal, a mexikói ezüstérmes gyalogló, aki gyakran van Gyöngyösön, de igazából téli olimpián jutott, és Csépe Gabi úszóként ugye a szőli olimpián szerepelt nagyon szépen, 5. vagy 6. lett. Nem sokan, tehát hiába sportolt több száz gyerek városi szinten, azért kevesen jutnak erre a csúcsra, hogy olimpiára. Ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy drukkolunk Zsófinak. Zsófinak innen is sikeres felkészülést kívánunk, és bízunk a jó eredményben. Hisz György polgármester. Még egy dolog, van még egy sportoló, aki Szucsik Bence úszó, aki nemrég került fel egy híres úszóiskolába Budapestre. Ő is megúszta a szintet, csak pekhére, ugye van már két egy nemzet, csak két sportoló a vertészt egyéni számból, Szászáton megúszta a kiküldetési szintet, de pekhére volt még másik két versenyző, úgyhogy pedig Bencének is drukkoltunk, hogy ő is. Reméljük, hogy a következő olimpiára majd akkor ki fog jutni. Hisz György polgármesternek köszönöm, hogy itt volt velünk. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk fórummal. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!